teljesen érett a dinnye, érett a magja. Nem lőrinces, nem kásás. Már jócskán elmúlt szeptember 5-e, ez a dinnye mégsem lőrinces. Fegyvernek Szapárfalu határában még október közepén is terem a lédús zöldség. Magyarországon a dinnye főszezon lényegében augusztusban van. Ez a szezon ez áthúzódik többnyire szeptember elejére, és az úgynevezett lőrinces dinnye az a szeptemberi lőrinc napig gyakorlatilag fogyasztható, és ezzel vége is a dinnye szezonnak. A dinnye szezont ugye követi a szőlőszezon, ez konkurens, és a dinnye ez ilyenkor már kevésbé kapható, nem is olyan jó ízű, de vannak olyan dinnyések, amelyek, vagy akik meghosszabbítják a szezont. Úgynevezett őszi dinnyét termelnek, ezt kaszás dinnyének is nevezik, és ezt később palántázzák, ez nyár közepén történik, és ezzel ilyenkor történik a betakarítás. Az időjárás kedvező, már a dinnye nagyon meleg igényes növény, vizet is szereti, de ez a nyár, ha öntözték, akkor ez még mindig kedvezőnek tűnt neki, és most van az az időszak, amikor betakarítják, és ez folyamatosan viszik a piacra. Furcsa egyébként ilyenkor még friss dinnyét találni, megkapni, de az, hogy a dinnye nagyon egészséges és egy kedvelt gyümölcs, ez azt jelenti, hogy magas a cukortartalma, kellemes az íze, és lényegében úgynevezett vízhajtó, esett gyógyszerként is elfogadható. Igaz, hogy ez a betakarított és most tárolásra kerülő dinnye régi sokba fog majd kerülni, de vannak olyan vásárlók, akik ezt meg tudják venni, és szívesen keresik is. A dinnye származását tekintve egy nagyon meleg igényes növény, ezért amikor már a hőmérséklet nagyon közel van a 0 Celsius fok, vagy ne nincsen fagy is beáll, akkor a dinnye termesztés ezzel befejeződik. Hát fólia alatt lehet tovább termelni, de általában szabadföldön, vagy még ilyenkor esetleg síkfúriában termesztik. Ez a dinnye, ez megfelelő körülmények között tárolva, ez még gyakorlatilag karácsonyig is fogyasztható, mert hűvös helyen, sőt, mikor én emlékszem még korábban, még az én gyerekkoromban, akkor szarmába, búzába rakták el, és még karácsonykor ez kellemes ízű termény volt. Az áprilisban palántázott dinnye szezonja szeptember közepén befejeződött, viszont az, amit nyár közepén ültettek, most kezd teremni. Eléggé kedvez ez a hosszú ősz, már most vagy 2 hete itten volt eső is, előtte én losoltam, hogy ne száradjon el a lomb. Le akartam szedni savanyúságnak a kis dinnyéket, de mindig esett az eső, nem bírtam, utána megnőltek ilyen 3-4 kilósokra, akkor meg már sajnáltam, de már most sok ilyen 10 kiló feletti dinnye van benne, ami most kezd érni. Körülbelül a szezon az még vagy 2 hétig eltart, akkorra lesz kész a dinnye, hogyha nem fagy le. Az ősszel beérő dinnyét kaszás dinnyének is nevezik, és bár valamivel többe kerül, mint a nyári főszezonban, kereslet van rá. Kóstoltassuk, van, aki csak negyedet visz, de aki megkóstolja, ízlik neki, elviszi, örülnek neki, hogy van még dinnye. Sárga dinnyénk is van még, az igazi kuriózum, annak olyan 800 forint körül van az ára kilónként. Az egyik vásárló reméli, hogy nincs annyit vegyszerezve, mint a külföldi dinnye. Finomabb, és akkor bízunk benne, hogy nem annyi vegyszerez, nincs annyit vegyszerezve, mint a külföldiek. Az őszi dinnye szezonnak az első talajmenti fagyok megérkezésével lesz vége.